társasjáték ajánlat utcai demonstrációra. Julius Caesar a Polgárháború című könyvében említ egy csatát, és annak, alapján, annak kapcsán egy teóriát állít fel. Valahol a Közel-Keleten Julius és Pompeius csapatai álltak egymással farkasszemet nézve, harci tevékenység nélkül. Nagyon fontos, hogy ugye egy nyelvet beszélő csapatok. És ennél fogva elkezdődött egyfajta fraternizáció, ami aláásta a disziplinát, a fegyelmet. És ezt le is szűri, hogy ez nagyon veszélyes egy nyelvet beszélő csapatokat hosszan egymás mellett tartani, mert meggyőzhetik egymást. Na, hát akkor álljon itt egy társas játék ötlet a ti demonstrációtokhoz. Mindenki válaszol ki magának egy darab rendőrt, aki szimpatikus, vagy aki antipatikus, és kezdjen el hozzá beszélni. Őszintén, emberként, nem a rendőrhöz, az emberhez. Mert az egyetlen dolog, ami őket az utcán tartja veletek szemben, az a fegyelmük. És ezt a fegyelmet hosszú, ezt úgy értem, hogy miért ne? Órákig vagy akár napokig tartó folyamatos, őszinte, becsületes, nyugodt beszéddel ezt a mesterséges autoritást, mint a mundér becsülete, amiről mi oly sokat tudunk, teremt. Nos, ezt a fegyelmet képes vagy felszámolni, és a rendőrt arra kényszeríteni hosszú távon, hogy vagy visszavonuljon, vagy megbetegítse magát.